hagyományok a szűen bállal köszöntötték a Katalin napot szombaton a Felsővárosi Közösségi Házban. A színpadon a Bányi tányaként a belvárosi Katalin ünnepségen látott csoportok egy-egy koreográfiát mutattak be a szette vette zenekar kíséretében. Minden mezőgazdasági munka végén megrendezték a Katalin bált, ami egy batyús bál volt. Valamikor fúvós zenekar zenélt, sramli jellegű zenét. A nagy érdeklődéssel várt koreográfiák közül a Ráckevei Rőzse Néptánc Együttes Engedj Uram a Táncba címmel bukovinai, a Szigethalmi Sziget Néptánc Egyesület zempléni táncokat mutatott be, a Budapesti Vasas Művész Együttes Opsitos csoportja Sűrítsük, Szöktessük címmel Nyárád Magyarósról hozott táncokat, míg az Arte Szeniorok Szilágysági és Rába közi táncokkal készültek. Mi második éve rendezzük meg a Katalin bált és a Kárpát-medencei Öregtáncos Egyesületek, vagy Szövetség táncegyütteseivel lépünk most fel. Négy csoport lesz, az Alba Regia és még három vendégegyüttes jött Szigethalomról, Ráckevéről és Budapestről. Kakuk Pál a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja, a Kárpát-medencei Öregtáncos Együttesek Szövetségének elnöke köszöntőjében visszatekintett a szenyor együttesek hagyományozó tevékenységére, és megerősítette, az ősi népi kultúra és néptánc megőrzése kiemelt feladata minden tájegység csoportjának.